Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. Hódmezővásárhelyen vagyunk, és itt épül mögöttünk a villamos. Ugye, bizonyára sokan hallottatok róla, hogy Szeged és Hódmezővásárhely között egy tramtrén fog épülni, illetve hát épül is. Bár most éppen nem zajlanak a munkálatok, nem tudom, hogy ebédszünet van, vagy valami másért szakadtak meg. Igen erős munkálatok nyomai vannak, majd mindjárt egy kicsit odébb megyünk, és akkor megmutatom nektek. Az első az itt a projekttábla. Ugye ez a része a projektnek 9 milliárd forint, durván, az itt van. És hát itt a térkép, majd bevágom a... Hát igazából a videóban nem vágom be, lehet, hogy az lesz az indexkép. A leírásban majd valahogy teszek valami linket, vagy valamit, hogy... Mert ez most egy ilyen egy snittes kurta, vagy röpke vlog lesz. És akkor nézzük, menjünk. Nézzük meg, hogy hogy áll az építkezés. Hát ugye itt a vasútállomásnál, Hódmezővásárhelyen, itt lesz az egyik végállomás. És ugye az a koncepció, hogy végig fog menni a villamos Hódmezővásárhelyen a városon keresztül. Igazából a szegedi nagyállomást meg a vásárhelyi állomást köti majd össze. Csak úgy, hogy Szegeden is a városon keresztül megy, meg Hódmezővásárhelyen is a városon keresztül megy. Tehát nem kell majd kijönni a vasútállomásra ahhoz, hogy beutazzon az ember Szegedre, vagy Szegedről ide. Úgyhogy egy ilyen kicsit jobb eljutást fog biztosítani. Most éppen nem látok dolgozókat ugye itt a munkaterületen, de amúgy erősen zajlik az építkezés. Itt különböző építési anyagok. Itt vannak például ezek a puha, ilyen gumírozott ilyen burkolólapok, ott odébb a térkövek vannak raklapszámra letéve valahol ott, és végig a vonal mentén. Egyébként a városban és városban már le vannak fektetve a vágányok, állnak a felső vezeték tartó oszlopok, de még vezetékek nincsenek, úgyhogy bizonyos szempontból igen előre haladott állapotban van a projekt. Hát nem tudom, hogy például ilyenek, hogy áramellátás, hogy alállomás, illetve gépház, hogy az milyen állapotban van, hogy azt itt építenek-e, mert gondolom Szegedről nem tudják idáig betáplálni. Azért az egy ilyen hosszú vonalnak, egyenáramú vonalnál, az kicsit sok lenne, és közben így megyek, ugye itt nem tudok kameranézetet váltani, úgyhogy így mutatom a pofámmal együtt a történetet. Itt a végállomás, itt látható, hogy két vágány lesz. Itt be van zsaluzva, betonozva, és mindjárt itt, ha egy kicsit odébb megyünk, akkor már vágányok is lesznek. Hát itt látható, hogy itt már komolyan folyik a betonozás, ott ugye be van vasalva a történet, és mindjárt itt elmegyünk ide a kitérőig. Úgyhogy én nekem egyébként tetszik ez a projekt, most nem tudom, hogy itt például 9 milliárd volt kiírva, de ugye mindenféle összegekről, 30 meg 50 milliárdokról is hallottunk. Nyilván valószínűleg több részletben történik a kivitelezés, és ezért nem a teljes összeg van itt kiírva, hanem valamelyik munkafázisnak a végösszege. És hát ugye van egy nagyon nagy kritika hazai tramtrénnel szemben, hogy ugye drága. Hát reméljük, hogy nem az lesz a konklúzió a szakmában utána, hogy hát jó, szép ez a tramtrén, de hát olyan drága. Úgyhogy reméljük, hogy nem ezt fogjuk 30 évig hallgatni, és így nem ez lesz az utolsó, első és utolsó, vagy hosszú távon az utolsó. Amúgy vannak előzményei a tramtrénnek. Na, látjátok, itt már vannak vágányok. Egy kicsit itt elmentem a dolgok mellett, annyit pofáztam. Kitérő is már épül be, egyébként normál nyomtávú lesz, és a városban egy vágányú, itt épül a kitérő. Azt még nem láttam, hogy lesz-e valahol kitérő a városban, vagy egy vágányon elmegy. Egyébként a Népkerti, a másik Hódmezővásárhelyi állomásnál, a Népkerti állomásnál fog visszacsatlakozni, vagy becsatlakozni
a vasúti fővonalba, a Békéscsaba-Szeged fővonalba, és ott ugye a vasúti vágányon fog egész Szeged Rókusig menni, és ott azon az oldalon is, azt már, hát én nem jártam ott azóta, viszont például Bencénél láthattátok, Kuhár Bencénél, hogy ott is kész vannak a vágányok. Arra nem emlékszem, hogy ott a felső vezeték megvan-e. No, hát itt még ilyen idéglenes állapotok vannak, ilyen idéglenes átjárók. Ugye itt kanyarodik el a vasúttól a város felé a villamos vágány. Szóval nem előzmény nélküli, egyébként mielőtt megjegyeznétek, igen, megint kócos vagyok, nem előzmény nélküli a tramtrén a magyar közlekedésben. Gondoljunk csak bele, hogy sok kisvasút is végigment, meg hát nagyvasút is, például a Cegléd-Handháza keresztül ment a városokon, csak hát ott nem villamosként, hanem vasútként. Illetve hát, ha belegondoltok, például a Hév bizonyos szempontból az is bizonyos vonalak tramtrénként üzemeltek, hiszen félig villamos volt, félig vasút, gondoljunk csak a budafoki Török-Bálinti vonalra, illetve hát például ott volt a Rákos-Szentmihályi vonal, az is mind ilyen félig villamos, félig vasút, félig Hév volt, tehát azért mondom, hogy ezek nem előzmény nélküli dolgok, csak akkor még nem hívták így, hogy tramtrén, és nem a MÁV nagyvasúti vágányain közlekedtek. Hát itt látható, hogy a város felé is kész vannak a vágányok, egy kicsit közelebb megyünk, aztán megyünk tovább, mert most még bézézni vagyunk itt a környéken, ugye az egyvonatos menetrendes vonalbezárásszerű történet, az alibi menetrendezés történet miatt vagyunk itt, csak most van egy kis üres járat, és útba esett Szentesről Makóra, ugye pont útba esik Hódmezővásárhely, és hát akkor benéztünk ide is, egyébként nagyon jó hamburgert ettünk, királyi többes, ettem, és ezért először járok így itt a városban, de kellemes, úgy pozitívak a benyomásaim, kedvesek az emberek, úgyhogy pozitívak így a benyomásaim. Kicsit a közlekedés káoszos ezekben a alföldi kisvárosokban, például Szentesen ott hát a 30 km per órai száguldásnak tűnt, össze-vissza parkolás, össze-vissza mennek a biciklisek, autók is részben össze-vissza mennek, úgyhogy egy kicsit van egy ilyen oldala is. Hát úgy, ahogy végigmentem Szentesen egy kicsit oda-vissza, az jött le belőle, hogy amit a badárék mondanak a kabarékba, annak igen erősen van alapja, tehát ugye ilyen szempont volt. Tehát Kelet-Magyarországon nem volt ilyen közlekedési káosz, de hát nem probléma, hát szerencsére Szabin vagyok, úgyhogy nem sietek, és így ráértem ott töcsmörögni a városban. Mindenesetre akinek nem szokott hozzá, annak igen óvatosan kell közlekednie. No, hát és akkor még most egy buszmegállóban vagyunk, hát mondjuk itt nem lesz villamos megálló, mert itt lehet látni, hogy itt végig van ilyen betoncsöcsökkel rakva, de látható, hogy itt ilyen egyvágányú pálya épült, ja, és mögöttünk körforgalom, egyébként teli van ilyen körforgalmakkal a város, amin keresztül megy a villamos, vagy keresztül fog menni a villamos, és akkor még idáig eljövök, és aztán nem is húzom az időtöket, meg a sajátomat sem tovább, ahogy ide nézzetek, itt a kereszteződés közelében ilyen vasoszlopok létesülnek, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen rozsdamentes, vagy nem tudom milyen ez, hogy horganyzott. A fene tudja, nem értek a fénekhez. Ott van a... Ott fog fölmenni a betáp, ha itt megy föl. De nem biztos, lehet, hogy csak a hülyeséget beszélek, ez lehet, hogy csak a világítás. A fene tudja, hogy melyik oszlopon megy föl a betáp. És akkor odébb ugyanilyen, hát még odáig elmegyek, odébb ugyanilyen ilyen kör keresztmetszetű oszlopok vannak, csak már betonból. Tehát itt valamiért itt a kereszteződés közelében itt fém oszlopokat állítanak. Hát nyilván megvan ennek a objektív, vagy nem is tudom, objektív vagy észszerű műszaki oka.
Ezt én most így nem tudnám nektek megmondani, hogy ez miért van így. De akkor elmegyünk ide a következő oszlopig. Ott ment a busz, nem tudom milyen fajta volános, azt láttam. Elmegyünk ide a következő oszlopig, és akkor itt ezt az oszlopot is a pofámmal együtt mutatom meg, mint ezekben a telós vlogokban mindent. Hát látjátok, hogy itt már betonból van az oszlop, és akkor látható az utca, hogy jön rajta a villamos középen, egyvágányú. Úgyhogy hát majd sok kérdés felmerül egyébként, hogy fog zajlani a forgalom, milyen kocsik fognak járni. Tényleg, hogy most nem láttam, hogy a városban van-e kitérő, vagy úgy lesz a menetrend, hogy a állomásoknál találkoznak, bár ugye a vasút is egyvágányú, tehát ott sem tudnak a tramtrének találkozni, hát nem tudom, hogy majd az állomások is hogy épülnek ki, ugye most Hódmezővásárhely Szeged között vágányzár van, vonatpótló buszozás, tehát a vasúti része is erősen épül ennek a projektnek. No, hát én itt akkor ezzel a pofám mögött a kresztábla és a villamos vágány, ezzel zárom ezt az egész hosszúra sikeredett, most már nem is mondom, hogy röpke vlogot. Hát reméljük, hogy rövidesen utazhatunk ezzel a tramtrénnel. Ott a projekt táblán az volt kiírva, hogy 2020. decemberben zárul a projektnek ez a része. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok. Tartsatok velem a következő videóban is. Hamarosan jönnek a spottingok, bézék, tömkelege, tekerős sorompókkal, meg gyönyörű tájakon. És addig is elköszönök. Sziasztok! Tschüss!